Magyarország egyedüli tagországként leszavazta az illegális migráció megakadályozását segítő javaslatot. Tóter, Tamás cikke a zsurpubi.hu oldalon. Még mit nem? Kikkel riogatnák akkor a főként a falvakban élő választókat Orbánék? A megállapodást egy éve készítik elő, mérföldkő lehetett volna az Európai Unió és Afrika országai között az illegális migráció elleni harcban. Az EU tagországok közül egyedül erős és büszke hazánk szavazta le a megállapodást. Mivel a külügyi témákban minden tagországnak vétójoga van, az EU-nak nagyon nehézkes közös külpolitikát alakítania. Bár az egész határozat az illegális bevándorlás elleni harcot szolgálta volna, a magyar álláspont szerint nem húztak elég illes vonalat a menekült politika és a bevándorlás politika közé. A magyar leszavazás következménye, hogy a nyilatkozatból ki kellett húzni az összes olyan utalást, ami arra vonatkozik, hogy az Európai Unió ezt vagy azt vállal, akar. A belga, a portugál, az olasz, a spanyol, a francia, az osztrák és a finn kormány is felháborodott azon a húzáson, hogy a magyar kormány az egy éve előkészített anyagot az utolsó héten torpedozta meg, módosításra ugyanis ilyenkor gyakorlatilag már nincs lehetőség, szerintük. A magyar kormány vétója az, ami az illegális migrációt valójában segíti. Németország és Franciaország nagykövetei azután egymást követően szólaltak fel, általában is ostorozták a magyar kormány politikáját, amiért rendszeresen aláássák a közös fellépés lehetőségét a kiemelten fontos ügyekben. Többen azt mondták, Magyarország annyiszor vétóz egyedüli tagországként, hogy csak az Európai Unió diszfunkciójában érdekelt. Orbánék már eddig is migránsok ezreit, gazdag migránsok tízezreit engedték be az országba, miközben a propagandagépezetükkel évekig igyekeztek hűíteni az embereket. Természetesen egyáltláthatóbb, az illegális bevándorlás visszaszorítását szolgálni igyekvő határozat nem szolgálná az érdekeiket. Ha az Európai Unió egyszer megunja azt a politikát, ami kizárólag Orbánék hatalmának fenntartását szolgálja, majd az oroszok és per vagy a kínaiak felé fordulunk, a lényeg, hogy dőljön a lecsapolható lé, gondolhatja a pocakos zsarnok. Azt azért ne feledjük, hogy nem a kormányzással nem foglalkozó Fidesz és lehúzott redőnyös szavazóik, tisztelet a kivételnek, vannak többségben. Ezt jó, ha Orbán és Imlés bandája is észben tartja.